13. Zsoltár néhány íge versével köszöntöm a gyülekezet közösségét és a televíziót figyelőket egyaránt. Tekints rám, hallgass meg, Uram Istenem, tartsd meg szemem ragyogását. Én hűségedben bízom, szívből újongok, hogy megsegítesz. Kegyelem, irgalom és békesség Istentől, a mennyei Atyától, Szent Fiától, a megváltó Krisztustól, a megelevenítő Szentlélek közösségében. Amen. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim, fennálló énekünk a 25. Zsoltárunk, annak az első énekverse: szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Éneket énekeljük ennek a szép dicséretnek mindegyik énekversét. Im nagy Isten, most előtted szívem kitárom. Így kezdődik az első énekvers. Oh,
együtt olvashatjuk. Az Efézusi levél 5. fejezetének a 15. versétől a 20. verséig megírt ige szakaszából eképpen: jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg lélekkel, mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket, énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Imádkozzunk. Úrunk, hallottuk a Te ígédet, hallottuk a bíztatást. Köszönjük, hogy megszólalsz ebben a csöndességben. Áldunk Téged, mennyei Atya, hogy eljöhettünk ebben a szép tavaszi vasárnap délelőtti órában, ebbe a több száz éves hajlékba, hogy lélek szerint együtt imádjunk és dicsérjünk Téged a Te szeretetedért, megtartó kegyelmességedért, azért az erőért, amivel képesek voltunk szeretni az elmúlt napokban, azért a bölcsességért, amivel képesek voltunk helyesen szólni, dönteni. Ugyanakkor megvalljuk azt is, Úrunk, hogy sok minden miatt lehet szégyenünk és szánakozásunk. Úgy, ahogyan énekeltük, hogy súlyokat cipelünk, hiszen kimondtunk valamit, amit nem kellett volna. Megbántottunk valakit, akit nem kellett volna. Nem voltunk mindenben szorgalmasak. Te látod, Urunk, hogy mi az életünknek a hiányossága, hibája. Kérjük, hogy vedd le rólunk a súlyt, adj nekünk erőt, bölcsességet, világos látást, add, hogy meg tudjuk tagadni azokat a dolgainkat, amikkel egymás és a Te személyed ellen éltünk. Hisszük, hogy nem hiába zörgettünk a kegyelmed ajtaján, mert Jézus nevében kértünk el tőled mindent, és azokat is, amiket ki sem mondtunk. Áld meg az Isten tiszteletet, annak minden percét, hogy valóban az életünk telve legyen a Te felőről való tökéletes ajándékaiddal. Amen. Imádkozzunk éneklésben, folytassuk tehát az éneket, az éneklést, imádságot, mégpedig az 512-es dicséretünk első énekversével: szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szórat, így készítjük magunkat az ige hirdetésére. Hiszen ez már az olvasott ige szakaszokból való, az ige hirdetés alapját, Efézusi levél 5. fejezet 15. és 16. versek: jól vigyázzatok tehát, olvasok az igét, hogyan éltek,
ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Eddig az írott íge. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek! Az írás magyarázók szerint ez a néhány vers, ez is, az úgynevezett házi tábla műfajába tartozik. Mi az a házi tábla? A házi tábla az, amit nekem is volt, vagy nekünk is volt a családban, amit föltettünk a hűtőre. Lehet is ott látni, ugyanez történik, ott egy kislány és az anyukája teszi. Ugye egy hűtőre föltett kis táblára fölírtuk a teendőinket, hogy mindig előttünk legyen, mindig a szemünk előtt legyen. Tehát fölírta például a felesége, hogy takarítás, zárójel, ez Tiboré, ez volt a mi. Aztán főzés, hát oda nem értem, mert okos volt, tudta, hogy én biztos nem csinálok jót, de minden esetre odaérte a dolgokat, hogy kinek mi a feladata, hogy szemünk előtt legyen. Ugye ez a házi tábla, hogy forgolódunk egyszer, csak elébe állunk ennek a bizonyos táblának, és akkor látjuk, hogy ezt megcsináltuk, ezt nem csináltuk meg. Amit nem csináltunk meg, azt nyilván lehúztuk. Vagy amit nem csináltunk meg, azt nem húztuk le, de amit megcsináltunk, azt lehúztuk, azzal már kevesebb lett. Ma már erre egyébként vannak applikációk, csak vigyázzatok, mert ha azt szeretnétek, hogy a teendőjéteket Amerikában is olvassák, akkor nyugodtan meg lehet csinálni. A lényeg az, hogy a keresztény embereknek is van, és ezt az efézusi gyülekezetben Pál apostol szépen megírta, hogy mik azok a teendők. És tessék szó szerint érteni, amik a szemük előtt kellett, hogy lebegjenek, mert ezeket egyébként megírták, lemásolták, átadták egymásnak, és mivel tudtak a görögök, tudtak a zsidók és tudtak a rómaiak olvasni kisgyerekkortól, ezért mindenkinek a házában ott voltak Pál apostolnak a szövegei. Mert Jézus Krisztusnak a gyülekezete egy exkluzív, egy VIP közösség, saját belső rendszerrel, etikai kódexel. Ugye azt szoktuk mondani, amikor valakiről ilyeneket mondanak, hogy VIP, akkor tudjuk, hogy, és el is tudjuk képzelni, hogy olyan társaságban tartozik, ahol vannak bizonyos öltözési formák, alapok, dress code, mert aki ide tartozik, az úgy öltözzön. Aki ide tartozik ebbe a klubba, annak ezek a betartandó szabályok. És az Efézusi Levél 4. fejezetének az első versében konkrétan ez a szó hangzik, hogy exkluzív, a keresztény egy exkluzív, egy kiválasztott, egy elkülönített társaság, akiknek saját rendszerük van. Ez a házi tábla. Hogyan kell élni? Ott kellett, hogy lógjon a szemük előtt nap mint nap. Hogyan kell élni? És most ebben a fölolvasott igében 4 figyelmeztetés van. Tehát képzeljük el, hogy forgolódik az egyik gyülekezeti tag, és egyszer csak elébe áll annak a táblának, és látja, hogy 4 mondat föl van írva. Az első, amit elolvashatott minden nap, az idő gonoszak. Föl volt írva az első sorban, vigyázz, az idők gonoszak. Mit jelent ez? Miért gonosz az idő? Ugye egy érdekes kérdés. Tényleg gonosz az idő? Félni kell tőle? Hát nem az idő gonosz, hanem az idő múlása, az a gonosz. Így is lehetne érteni, hogy vigyázzatok az időtökre, mert múlik. Ugyanis az idő egy sajátos velejárója az életünknek. Ezt a kicsik is tudják, hogy telik. Jön velünk, de nem tudunk rajta uralkodni. Pedig milyen jó lenne, nem? De nem megy. Nem tudunk rajta uralkodni, nem tudjuk befolyásolni. Ugye egy idősebb ember, vele megyünk, most már akkor mondhatom így is, hogy mi gyakran szeretnénk az időt lelassítani. Nem? Nemrég beszéltem valakivel. Még csak most kezdődött az éve, és már április vége van.
Hogy elfutott ez a néhány hónap? Nem így van? Rohan az idő, tempus fugit, szalad, rohan az idő. Mi ezt így érezzük? Kérdezzük meg a kicsiket. Azok meg azt mondják, hú, de lassan megy. Hű, amikor bent ülök matek órán, na akkor jó lenne egy kicsit, hogy pörgetni, de hát ez nem megy. Bezzeg a szünet, a nyári szünet, az meg így. Hogy is van ez? Hát nem ugyanaz az idő, nem. Hiába jön velünk, egyszerűen nem tudjuk megmarkolni. Azt mondta valaki, egyszer is fogalmazta meg, hogy azért különleges az idő, mert végtelen és véges egyszerre. Hú, ez nagyon furcsa. Végtelen, folyik, nincsen határa, ugyanakkor meg érezzük, hogy tart ettől eddig. Szent Ágostont megkérdezték, mi az idő? Azt mondta, hát ha nem kérdezitek, akkor tudom. Ha kérdezitek, akkor nem tudom. Mi az idő? Az idő a Biblia szerint azért veszedelmes számunkra, mert két részből áll. Van egy, ami folytatólagos, ezt úgy hívja, hogy kronosz, kronométer. És van, amit úgy hív, hogy kairosz, alkalmi idő. Egyszer történik, és ez nem jön vissza. És azért gonosz az idő, és azért kellett kiírni minden egyes keresztény embernek a szeme elé, hogy nem tudhatod, hogy az az alkalom, amit kapsz a Jóistentől, visszajön-e. És kegyetlen az idő, mert nem jön vissza, képzeljétek el, nem. Egyszer van. Vannak az életünkben ilyenek, amik egyszer vannak. Mondok nektek erre bibliai példát. Talán emlékszünk rá a gazdag ifjú történetére. A gazdag ifjú egy fes, jól képzett, vagyonos fiatalember. És oda megy Jézushoz, és Jézusnak mondja, kérem szépen, velem minden rendben van. Megtartottam a törvényeket, megtartottam a szabályokat, megtartottam az áldozati dolgokat, mindent. És Jézus azt mondja, van egy hiba, ajándékozz szét a vagyonodat, és akkor jöhetsz utánam. És megnyered az örök életet. És akkor azt olvassuk a Bibliában, hogy és akkor megszomorodott arccal elment Jézustól. Tudjátok, mi a baj? Hogy soha többet a Bibliában nincs szó erről a fiatalemberről. Lehet, hogy ő úgy ment haza, hogy na, kicsit még gondolkodok, aztán majd újra találkozok Jézussal, és akkor megbeszéljük ezt a dolgot. De nem találkozott még egyszer. Mert abban a kronoszban, abban a folyamatos időben, amit élt, egyszer volt alkalma találkozni Jézussal. Nincs több. És én nem tudom, hogy mikor, azt tudom, hogy volt nekem is olyan kairoszom, olyan alkalmas időm, amit elhanyagoltam, és gonosz lett, és kegyetlen lett számomra az az idő pillanat, mert akkor kellett volna azt mondom, hogy bocsánat. Akkor kellett volna azt mondanom, hogy igen. Akkor azt kellett volna mondanom, hogy nem, és nem tettem meg. És így lett gonosz, mert a következmények beláthatatlanok lettek. Bár visszamehetnék az időbe, de nem lehet. Azért kell a szemünk előtt ott lebegnie, úgy, ahogyan 2000 évvel ezelőtt az efézusi hívet meg, hogy vigyázzatok, vigyázzatok az időtökre, az alkalmas időtökre. Mert lehet, hogy most jön veletek szemben az, akit Isten küldött. Most kellene elnézést kérned, most kellene a nemet mondanod, mert el fogsz bukni. Ez az első. Tanuljuk meg. Vigyázzunk az időkre, amiket kapunk, mert az alkalmas idők nem térnek vissza. Mi az, amit még a táblára írhattak? Értsétek meg, mi az Úr akarata. Jó lenne, hogyha ez is naponta a szemünk előtt lenne nekünk is. Mert hogyha a saját életeseményeinkre, a világtörténelem fordulataira figyelünk, akkor kétségbe esünk.
zavarodottak vagyunk. Nem értjük. Mi van itt? Mi történik itt? Na ezen segít a Biblia, az Isten akaratának a nyilatkozata, az Istennek a tervei. Olvastam Jób könyvét, szerintem többen olvasták már. Jób egy nagyon sokat szenvedő ember. Nem érti, hogy miért kell szenvednie. Jönnek a barátok, jönnek a családtagok, próbálnak neki segíteni, és valahogy úgy jár Jób, mint az én öcsém, amikor matematikát tanítottam neki. Én 5 év van közöttünk, emelt szintű matematikára jártam, és úgy gondoltam, hogy segítek az öcsémnek. És amikor megkérdeztem, na, érted már? Azt mondtam, na most már nem értem. Ugyanígy jár Jób. Ott vannak a barátai, és úgy vigasztalnak, hogy egyre rosszabb. Egyre kevésbé érti. És egyszer csak odafordul a Jóisten felé, és azt mondja, Uram, most már téged kérdezek, mert eddig nem sikerült megértenem semmit. És ahogyan az Úristen elmondja neki, üzeni neki, hogy miért történik, akkor azt írja a Biblia, megnyugodott Jób, belenyugodott, elfogadta. Tudjátok, ugyanígy van, amikor valaki elkezd a Bibliát olvasni, és abban az Isten nagyszerű üdvtervét, és abban az én személyes életemre szóló tervet is megtalálja, akkor azt mondja, értem most már. És akinek meg nincs ilyen az életében, az meg nem érti az életet. Nem érti a helyzetét, a helyét, nem érti, hogy miért van. Egy lelkipásztor hallott, hogy az egyik családban nagyon nagy bajok vannak, állandóan marják egymást a férj meg a feleség, a gyerekek iskolakerülők lettek, meg bajkeverők. Elment meglátogatni őket, és amikor bement a nappaliba, és látta, hogy az asztal tele van üres üvegekkel, sörös üveg, boros üveg, pálinkás üveg, akkor azért megkérdezte, hogy és hol van a Biblia, amit adtam nektek a házasságkötésetekkor a templomban? Ja, a Biblia, az ott azt hiszem a könyvespolcon ott be van esve hátulra, és akkor azt mondta erre a lelkész, ja, így már mindent értek. Mert akinek Bibliája van, az tudja, hogy mi a feladata. Férként, feleségként, gyerekként, szülőként, munkatársként, tudja, vezetőként, beosztottként, mert értsétek meg, mi az Úr akarata. Megérthető. Ezért van a Bibliád. Ezért beszélünk mi még mindig a Bibliáról, hogy nem Plutarchot idézem meg mindenféle bölcsembert, meg Nietzsét. Azért, mert Nietzsche is, meg Plutarchos, meg a többiek, meg Platón is voltak jó gondolataik. De egy örök van, a Biblia. És a Bibliában ott vannak az Úr akaratának a kinyilatkoztatásai, és még abban senki nem csalódott, pedig már eltelt egy pár ezer év. Ez a második, amit odaírtak. Vigyázz az idődre, értsd meg, mi az Úr akarata. Azaz, olvasd a Bibliát. Jött a harmadik. Na hát ez a legérdekesebb. Ne bóduljatok el, ne legyetek bódultak. Ezt így írja az eredeti szöveg, hogy ne részegeskedjetek. Hát ugye ez nekem például nem okozna lelki gondot, hogy ne részegeskedjek, mert valahogy nekem ez nem haladó hagyomány. De nem ez van az ígében. Tudjátok, a bódulat, a mámor, aminek a kiváltói csak az alkohol, meg bizonyos szerek, az arra van, hogy az ember szeretne elvonulni a világból, a valóságból. Mert a valóság nem szép neki. És akkor valamilyen eszközzel egy másik világot teremt magának. Megiszik, beszed valamit, és hirtelen egy másik világban találja magát. Egy gond van, és ez az ördögi, hogy attól még a valóság az nem változik, az ugyanaz. Az, aki elbódulva, mámorban, egy másik világban létezik, az nem változtatja meg, hogy miatta viszont sírnak. Ott maradtak, akik továbbra is sírnak. Ott maradtak azok, akiket megbántott.
Ott maradnak a bajok, amiket nem oldott meg. Tehát az a baj, ez az ördögi, hogy ő, aki megitta vagy megette azt a szert, meg azt az innivalót, az valóban úgy érezheti, hogy számára, hogy egészen más világba került. Olyan színesebb. De a valóság, amit úgy gondolt, hogy elhagyott, az maradt. Azt nem oldotta meg. Ezért mondja azt Pál apostol, vigyázzatok, ne bódoljatok el. Ne meneküljetek el ebből a világból, mert nem ezért vagytok. Pontosan azért vagytok, hogy ennek a világnak ti legyetek a segítői. És képzeljétek el, képzeljük el, ezelőtt 2000 évvel a keresztény embereknek az erkölcse olyan magas szintű volt, hogy mondhatták volna azt, hogy mi egymással köszönjük. Hát ezeket az embereket inkább ne. És erre mondja azt Pál apostol, ne vonuljatok ki a világból. Ne nézzétek le a világot, segítsétek, emeljétek föl a világot. És ma is vannak, ez nem fog mindenkinek tetszeni, barátaim, pedig igaz. Ma is vannak bódító dolgok, amik nem innivaló, nem bevehető, hanem olvasható és nézhető, de ugyanúgy elbódítják, eltompítják az ember valóságérzését. Vannak ideológiák. Azért mondtam, hogy ez nem fog tetszeni mindenkinek. Vannak ideológiák, amiknek ugyanaz a hatásuk, mint az alkoholnak. Az ember agyát eltompítják, a valóságérzékelését azt megszüntetik, és egy másik világot, egy alternatív valóságot teremtenek. Pedig a valóság marad. Tudjátok, a valóság az, hogy fiúk vannak, meg lányok. Ez a valóság. Hiába akarják nekünk elmondani, elmagyarázni, beleütni az órunkba, hogy de van egy másik valóság, ahol 179,6 féle ilyen van. Tényleg? Hát én nem tudom. Engedelemmel én fiúnak érzem magam. Én nem is nagyon akarok rajta változtatni, köszönöm. Én szerintem a lányok meg boldogok, hogy lányok. És nem is akarnak rajta változtatni. Hiába mondják, hogy van egy másik világ, egy másik valóság, nekem lehet mondani, csak nem igaz. Ne legyetek elbúdítva, ne éljetek egy alternatív valóságban, ahogyan vannak magyarok, románok, szlovákok, németek, osztrákok. Vannak történelmi tapasztalataink, történelmi sérelmeink. Tessék átmenni Ausztriába, az osztrákok még mindig lenéznek bennünket. Mert ők valamikor birodalmi gőggel néztek ránk, most is ezt teszik. Erre azt mondják neked, van egy másik világ, ahol ezek mind egyben vannak, össze vannak borulva, mint a kerékpárok, és ölelgetik egymást. Én szerintem meg nem. Mert ez a valóság. Ezért én őket úgy kell, hogy szeressem. Ők meg engem így, hogy én magyar vagyok. Nem? Nem egyszerűbb a világ. Ne bóduljatok el mindenféle ideológiáktól. Meg aztán vannak fehér emberek. Kérdezte valaki, hogy akarunk-e azok lenni? Vannak, akik nem fehérek. Barnák, feketék. És? Ők ugyanolyan értékesek, mint mi. Ne mondjuk azt, hogy ők nem azok. Isten színvak? Tényleg? Ne bóduljatok el, ez a valóság. Nekem úgy kell szeretnem őket, úgy kell szeretnem a másikat, ahogy vannak. Nem úgy, hogy rájuk kivetítem, hogy szerintem nem olyan. Ne, hadd ne soroljam. Ne bóduljatok el, mert nem ezért van a világ, nem erre van szüksége a világnak, hogy mindenki egy alternatív valóságban létezzen, hanem itt, mert azért vagyunk, hogy fölemeljük a világot, hogy a szeretetünkkel szolgáljunk, nem pedig, hogy elvonuljunk egy alternatív világba. Utolsó, töltekezzetek el lélekkel, szent lélekkel. Olyan szép dolgokat ír Pál apostol a Szentlélek által átminősített emberről, aki dicséretekben, zsoltárokban kommunikál. Ugye a dicséret meg a zsoltár az a szép, az a jó, az a megértés, az a valóban tökéletes érzelem. Aki az Isten szent lelkétől van eltöltekezve, az valóban hálát tud adni mindenért.
az szépet mond a másikról, az valóban a másikban meglátja a jót. De nem ez a lényeg, mert ez csak következmény. Hogyan lehet eltöltekezni a lélekkel? Na inkább ez a kérdés. Hogyan lehet? Hogyan lehet ehhez az erőhöz, ehhez az előbbiekből azt mondtam, hogy az alkohol tompít, mert az agynak egy bizonyos részét letompítja, hogy ne úgy működjön, mint mindig. Itt viszont az Isten lelke fölserkent, erőt ad, dinamizmust ad, dinamizmust, energiát. Ezért van, hogy a magyar nyelv az nagyon okos, mert azt mondjuk valakire, hogyha tele van energiával, hogy lelkes, nem? Lelkes. Benne van a lélek. Meg amikor azt mondjuk, hogy valakit ki kellene mozdítani a depressziójából, akkor lelkesítjük. Ugye? Nem izmosítjuk, meg nem föltuningoljuk, hanem lelkesítjük. Hogyan lehet lelkesedni? Hogyan lehet Szentlélekkel feltöltekezni? A Szentlélekkel való töltekezésnek ugyanaz a módja, mint amikor reggel anyu többnyire bemegy a szobátokba gyerekek, és megállapítja, hogy húha, hát nem sok oxigén van itt, egyebekről ne is beszéljünk. Ezért fogja, elhúzza a függönyt, és kinyitja az ablakot, és azt mondja, egy kis friss levegőt be kell engedni. Ugye? Ugyanígy van, amikor a kórteremben vannak közöttünk, akik egészségügyben dolgoznak, vagy a szociális ellátó rendszerben, amikor bemegyünk valahová, ahol érezzük, hogy uralkodik a betegség, akkor gyorsan kitárjuk az ablakot, szellőztetünk, hogy hagyja jöjjön be a friss levegő. Tudjátok, a lélek ugyanígy működik. Az ember lelkében ugyanis rengeteg áporodott levegő van. Áporodott érzések vannak. Áporodott gondolatok. A lelkünket ugyanúgy ki kell tárni, és akkor az a mennyei levegő az átjárja. Ennek a lélek kitárásnak, lélek ablaknyitásnak pedig az imádság a módja. Imádkoznunk kell. Nekünk kell imádkozni. A mi dolgunk, hogy imádkozzunk. Ugye sokan azt gondolják, hogy Isten rá van szorulva a mi imádságunkra. Elmondok neki vagy 10 mi atyánkot, elmondok neki 46 üdvözlégy Máriát, hadd nyugodjon meg. Nem. Istennek nincs szüksége a mi imádságunkra. Képzeljétek el. Nekünk van szükségünk az imára. Nekünk. Hogy ki tudjuk tárni a lelkünket, és ő a Szentlélekkel átmossa, áttisztítsa azt, ami bennünk van. A lélek az nekünk, a természetes igényünk. Négy dolgot írt föl a táblára Pál apostol, hogy minden nap lássák. Elmondom még egyszer, vagy meg is nézhetjük mindannyian. Szaladgálnak a keresztények, egyszer csak ott a tábla előttük, vigyázzatok az időtökre. Hú, de jó! Most megyek, meglátogatom a szüleimet. Pedig majdnem lemondtam róla, mert közbe jött volna valami, de ki tudja, hogy holnap élnek-e még. Akkor most kell menni. Nézi a második sort. Értsétek meg, mi az Úr akarata. Hú, még nem olvastam ma a Bibliát. Akkor honnan tudom, hogy mi az akarata velem? Utólag derüljön ki, az nem jó. Aztán nézi tovább, ne búduljatok el. Hát igen, most is beszélgetek a szomszéddal, és ez olyanokat mond az a szomszéd. Hű, eldobom tőle az agyamat, de nem búdulok el. Mert én tisztán tartom az agyamat, tisztán tartom a szívemet. Én tudom, mi a valóság. És végezetül töltekezzetek el a lélekkel. Ma még nem is imádkoztam. Akkor az azt jelenti, hogy a tegnap előtti áporodott lelki levegő van még bent a szívemben. Hát akkor azt ki kellene valahogy tisztítani, hogy friss legyek, hogy tele legyek energiával, hogy legyek hálás, hogy tudjak tényleg szépet mondani, szépet tudjak gondolni. Ezért összekulcsolom a kezemet és imádkozok. Látjátok?
etikai kódex, VIP etikai kódex, 4, a házi táblára fölírt figyelmeztetés, és egészen más az élet. Egészen más. Adja a jó Isten, hogy e szerint éljünk. Amen. Most pedig imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, megszólítunk téged azért, mert nekünk jó, nekünk szükséges. Most is sok mindent megkaptunk, ami útra való a következő hétre. De az életünkben vannak olyan gondolatok, olyan érzések, amik akadályozzák a befogadását és a megértését. Ezért tisztíts meg bennünket, a te szent lelkedet küld el, hogy legyen dinamizmusa, ereje a mi lelkünknek, hogy lelkesek legyünk szavakban, tettekben, ad, hogy áldására legyünk ennek a világnak. Köszönjük, hogy a mai napunkon ez az egy óra el nem hagyott, ki nem hagyott, el nem vesztegetett óra lett, hiszen alkalmas volt arra, hogy magunkban nézzünk, alkalmas volt arra, hogy fölfelé tekintsünk. Urunk, áld meg a mi gyülekezetünket, áld meg az itt lévőket, a diákjainkat, akik most a hétvégén talán egy kicsit tudtak pihenni, de a következő nap már indul újra a tanulás. Adj nekik türelmet, nyitottságot, örömöt, hogy tanulhatnak. Add meg nekik, Urunk, azt, hogy akik őket tanítják ugyanúgy, pót szülőként, szeretetben, tisztességben, kedvességben tanítsák és neveljék őket. Adj tehát a pedagógusainknak is bölcsességet, a szülőknek pedig boldog várakozást, hiszen a gyermekük napról napra okosabb, napról napra bölcsebb is lehet. Add áldásodat, Urunk, intézményei minden munkatársára, egyházközségünk vezetőire, vezetetteire, a kicsinyekre, a nagyokra. Imádkozunk a gyászolókért, akik ezen a héten elkísérték a földi lét utolsó útjára, akivel együtt enni és együtt élni áldás volt számukra. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik már régóta egyedül élnek társtalanságban. Lehet, hogy úgy élnek társtalanságban, hogy valóságosan ott van körülöttük a család, de ők senkinek nem számítanak már. Imádkozunk azokért, akik betegek, adj gyógyulást nekik, az anyagi problémákban élőknek adj megoldást, add, hogy határon belül és túl a magyar nemzet minden tagja békességben élhessen, elvégezhesse a munkáját. Imádkozunk Anyaszentegyházunkért, a református felekezetért, a karcagi református gyülekezetért, minden dolgáért, a következő hétért, az előttünk álló 168 óráért, a mi kronoszunkért, az időért, ami folyik, és azon belül pedig a kairoszokért, az alkalmas időpillanatokért, amikor átélhetjük, hogy miért vagyunk ezen a világon, hogy jót tehetünk és jót kaphatunk. Amen. Kedves testvérek, fölemelkedve a helyünkről, közösen imádkozzuk el az Úr Jézus imádságát, Jézus mondja, ti pedig így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szíveinket és gondolatainkat, a mi Urunkban, a Krisztus Jézusban. Áldott hetet kívánok mindenkinek, előtte pedig áldott vasárnapot. Amen. Kérem, foglalják el a helyüket, a jelenlévők,
meghallgatjuk röviden a hirdetéseket, utána pedig egy záró éneket éneklünk, a 475-ös számú dicséretet. Így szól a hirdetés, holnap, ha Jóisten engedi és élünk, akkor két reggeli áhítattal kezdjük a napunkat, közelebbről, 7 óra 25-től a gimnazisták, 7 óra 50-től az általános iskolások számára lesz áhítat. Szerdán 17 órától énekkari próbánk van a gyülekezeti házban. Csütörtökön 17 órától bibliaórát tartunk, szintén a gyülekezeti házban. Vasárnap 9 órától a Kiskulcsoson, 10 órától pedig itt a nagy templomban tartjuk következő úrnapi alkalmunkat. Persei adományok a következőképpen alakultak. A nagy templomban 88.195 forint volt az adomány összege. Köszönjük, köszönöm. Ezekből az adományokból működtetjük a templomot, a hivatalt, és valljuk meg általa Istenbe vetett hitünket, aki azt mondta, hogy tegyetek próbára, az én ügyemre adjatok, és meglátjátok majd, hogy mennyi áldást kaptok érte. Köszönöm, hogy többen így gondolkodnak, ez most is így lesz. Az elkészített alkalom tehát megvan. Énekkar támogatására is kaptunk 20 000 forintot egy főtől, a déli temető útalapjára is kaptunk egy főtől 20 000 forintot. Csoportos keresztelőre készülünk május 5-én, és most olyan 30 körül van, lehet, hogy már több. A jelentkezők száma, én továbbra is biztatok mindenkit, hogy május 5-én egy csoportos kereszteléssel köteleződjünk el Isten népéhez, mert akik az Isten népéhez tartoznak, azok Isten gyermekei. Akik az Isten gyermekei, mondhatják, hogy atyám, aki azt mondja, hogy atyám, az elmondhatja a mi atyánk imádságában, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Tehát az, hogy az Isten kell, de az Istennek a dolgai kellenek, de én nem akarom magamat odaadni a keresztelésben, azért az így nem teljesen korrekt. Ezért a keresztelés tessék komolyan venni. Ez a belépés a vele való szeretet kapcsolatba, családi kapcsolatba. Ez május 5. Egyébként máskor is van, csak ez egy csoportos. Ennek az alkalmára az egyik család hálás szívvel 48 000 forintot küldött, át köszönjük. Nőszövetség támogatására két fő 5 000 forintot adott összességében. És a kamerarendszert kiépítettük, most nem kapcsoltam be. Ide lesz még egy kamera beépítve, hogy amikor nagyobb ünnepek vannak, mindenki láthassa azokat, akiket mondjuk kitüntetünk, azokat, akik átvesznek egy díjat, vagy éppen fogadalmat tesznek. Ennek a tovább bővítésére is kaptunk 20 000 forintot, tehát 113 000 forintnál tartunk ezen a héten. Köszönjük szépen az adományt, kérem továbbra is támogassák ezeket a dolgokat. Többek között az egyház fenntartójáról év befizetésével, ezt minden 18 év fölött felekezeti hovatartozástól függetlenül szoktunk fizetni, 12 000 forint egy főre, azaz havi 1000 forint. Ennyit kérünk arra, hogy működtethessük a templomunkat, a temetőket, és így tovább. A nőszövetségi tagdíj pedig 1500 forint egy évre. Ezen a héten, pontosabban a tegnapi nap 13 órától a déli temetőben Virág Lajosné született Olán Máriát temettük, aki életének 91. évében pihent meg a földi fáradalmaktól, Széchenyi Sugárú 13 szám alatt lakott, jelenlévő vagy éppen távolban gyászoló hozzátartozókat és mindazokat, akiknek a szívében a név és az arc és az élet hálára és egyúttal fájdalomra indítja a kedves jelenlévőket, azokat Isten vigasztaló kegyelmébe ajánljuk. Kívánok mindenkinek további szép napot és jó egészséget, és áldást és békességet. Záró énekünk a 475-ös dicséret lesz, mind a három ének versét elénekeljük, imádkozzatok és buzgón kérjetek, nem véletlen, hiszen az imádságról hallottuk, lelkünk ablakának kitárása az örökkévaló Isten előtt, hogy ő el tudjon bennünket látni az ő lelkületével, lelkével. Imádkozzatok és buzgón kérjetek, tehát ez az első versszak.
kezdete. Három énekverset fogunk énekelni. Thank you.
Köszönöm szépen!